Az megvan, amikor beülsz a kocsiba, és tudod, hogy most órákig nem fogsz kiszállni belőle. Mindenkinél más az az idő, amikor már azon gondolkodik, hogy ha még egy kilométert kell haladni, akkor cseppfolyósá válik az agya. Ezért hoztam el pár játékot, amivel le tudod foglalni az agyat, és addig nem azon kattogsz, hogy Úristen, még mennyi van vissza? Engedjenek ki! Én ezt nem bírom. You got me intoxicated! Meg kell állnom most! Na most ezekhez a játékokhoz nem kell kártya, dobókocka, hogy nagyon nem menő lelépni a hatot egy 130-as tempónál, vagy egy pirosnál, ami éppen zöldre vált. Egy, kettő, három. Mit tudász? Várjál már egy kicsit! Ne. Első ilyen játékunk az egy perces monológ. A lényeg az, hogy miközben haladunk, ellenfelünk kinéz egy tárgyat a forgalomból, vagy éppen a kocsiból. A kiválasztás után kezdődik az egy perc. Kihívott félnek megszakítás nélkül kell beszélni a tárgyról, őzés és nagyobb szünetek nélkül. Nem baj, ha valótlan állítasz, de a monológnak mennie kell. Tükör az a tárgyam... A tükör az a tárgy, amit homokból készítenek felforrósodás után a felületére visszatekintve magamra meglátom, hogy reggel mennyire fáradt vagyok, ezen felül pedig jó szokásunkra úgy szoktuk mondani, hogy ha eltörik, akkor bizony 7 év szerencsétlenség lesz. Ennek okán nem szabad eltörni a tükröt. A tükör az egy olyan tárgy, amit teszünk fürdőszobába, konyhába, nappaliba, előszobába, olyan, amivel megvághatod a kezedet, de ezzel fájdalmat okozol neki, és... A következő játék, amit hosszú úton lehet tolni, az az egymondatos történet. Kocsiban ülő emberek félmondatokat dobnak be, amikkel tovább fűzik az előtte már elhangzott félmondatot, így megy előre a történet. Volt egyszer egy ukar kéményseprő, aki imádott zabálni, de csak akkor, ha esett az eső. Ez a játék akkor üt igazán, ha többen vagytok a kocsiba. Kettővel egészen elmegy, egyedül pedig eléggé kettősnek tűnhetsz. Egy katona ült egy fán. Ó, ez jó, és pizzát evett. Most ezt most hogy folytassam? Ennek pedig nehezebbik változat, amikor a soroknak rímelnie kell a másikra. Volt egyszer egy malom. Újt a szél a tavon. Bárhova is rakom. Útban van a fa. Valami ilyesmi. Biztos vagyok benne, hogy ez a veszély folyamatosan fönnáll, hiszen minden autóban lesz egy valaki, aki majd minden egyes alkalommal igyekszik beleszuszakolni valami nevű betegséget a történetbe. Egyszer egy hentes, 41 éves lett, minden álma. Egy vízipisztoly volt, szurinapjára megkapta. Csak úgy, mint a szifilis. Harmadik játék, a piknikre mentem és hoztam magammal. Igen, ez egy memória játék, ami megint csak izgalmasabb, ha többen ültök a kocsiban, de ezt legalább már egyedül is lehet játszani. Sőt, egyedül arra is jó, hogy pörgesse az agyadat, folyamatosan koncentrálj és figyelj, és így nem fogsz bebillenni egy hosszú úton, ami igazán életveszélyes tud lenni. Tudod, mi jó, még hálmos vagy vezetés közben? Az, ha nem vezetsz. Rohadt veszélyes, és egy ilyen hülye játék sem fogja megmenteni az életedet. Álljál félre, kávézzál, fekvőzzél, de ne menj tovább. Na szóval. Piknikre mentem és hoztam magammal seprűt. Piknikre mentem és hoztam magammal seprűt, tollat és sajtot. Piknikre mentem és hoztam magammal szifilis. És most jöjjön egy tényleg menő játék, a sajnos szerencsére. A játék során az első játékosnak mondani kell egy sajnálatos mondatot. Sajnos elfogyott a majonéz. Szerencsére van még ketchup. Sajnos ezt nem tudom kinyitni. Szerencsére így ez nem fog elfogyni. Sajnos itt fog megromlani. Végül de nem utolsó sorban az ötödik játék a filmből idézés. Persze dallal is működik. Egyikötő pontosan idéz egy film részletéből, és a többieknek ki kell találni, hogy melyik filmben van. Fogd már fel, te egy játékszer vagy! Nem fordítasz hátat egy családtagnak, akkor sem, ha ő igen. Kinn a vízben szörny, benn hajóban víz, süllyedezünk, nincs energia. Mi lesz itt, ha baj lesz, ha most nincsen? Írjátok meg kommentben, melyik filmekből idéztem, vagy éppen írjátok meg kedvenc filmidézeteteket, vagy éppen kedvenc kocsiutas játékotokat. Instán be tudtok követni, itt találkozhatunk két epizód között. Én Csabi voltam, jó, ha tudod, hogy elő. Piknikre mentem és hoztam magammal szifilis. Volt egyszer egy malom. Újt a szél a tavon. Bárhol is rakom. Útban van a fa.